Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó lesz a Részkirályság vlog megkezdése, ugyanis ugye nem rég olvastam a Bronzvárost, és nagyon-nagyon tetszett, arról a vlogom pont a ma megy ki, hogy ezt elkezdem. Hát említem a videóban, hogy meg is rendeltem a folytatásokat, és ezeket ma fogom átvenni, úgyhogy ma terveim szerint el is fogom kezdeni a Részkirályságot, és ez a vlog a Részkirályság olvasásáról fog szólni, mert most úgy döntöttem, hogy végig fogom vlogolni a teljes Dévabád olvasásomat. Mert miért ne? Első napi rendi pont, elmenni a könyvesboltba átvenni őket. Na, megjártam. Hát nem könyvesboltot, de a könyvátvételi pontot, és időközben bementem még a Bookline-nak a könyvesboltos kávézójába is, mert úgy éreztem, hogy szükségem van egy kávéra. És unalmat gyakoroltam azzal, hogy nem néztem körbe könyvekért, bár ezt könnyítette, hogy ezt a két batár nagy állatot magammal vittem oda, mert hogy jöttem vissza az átvevésükből. És én még a Bronzvárosra mondtam, hogy hosszú. A Részkirályság nem annyival hosszabb, mármint, hogy ez csak egy olyan 100 oldal különbség van közte. De az Aranybirodalom, ezt még meg sem néztem. Ez majdnem 700 oldal. Na mindegy, egyelőre a Részkirályság az, ami soron van, csak így, hát, amikor megpróbáltam beletömözkelni őket a könyvszityőimbe, és így, ezek dagik. Igen, dagik. A lényeg, hogy megvannak. Szóval ezt a szépséget, ezt már is fogom szépen kezdeni. Annyi, hogy kicsit ilyen párhuzamos olvasás lesz, mert közben olvasom a Csak mi ketten novellás kötetet, viszont ezzel nagyjából úgy haladok, hogy egy novellát olvasok per nap, szóval, mert hogy nem függenek össze, szóval, hogy nem szeretek úgy novellás kötetet olvasni, hogyha nem függenek, tehát így különböző szerzők, és egyben elolvasni, úgy összekutyulódnának a dolgok bennem. Ez lesz az, amit így összefüggően olvasok a novellákat, meg majd így mellé extrában. És onnan folytatom a dolgot, ahol abba hagytam a Bronzváros szóval. És mit tudom én, nincs egy hete, hogy befejeztem, úgyhogy még emlékszem, mi történt az előzőben, úgyhogy izgatott állapotok vannak itt, mert hát ha valaki látta a Bronzváros vlogot, akkor látta, hogy értem, hogy fejeztem én be azt a könyvet, úgyhogy igen, itt állapotok voltak. Bring it on. My body is ready. Vagy nem, ki tudja. Úgyhogy Részkirályság vlog indul. Alig kezdtem el olvasni a Részkirályságot, ez már dobálja rám a bombákat. Tehát így... Na jó, értelmesen. Szóval egyrészt, ami feltűnt, hogy az előző részhez képest néhány nevet átírtak, mert eddig ezek Náhidák voltak, és úgy volt írva egy eszembe, hogy Náhida. Most már csak Náhid. Ami kicsit zavaró. Mert így nem értem, hogy az most akkor miért lett így, hogyha az előző részben végig a másik verziót használták. Meg hát az elején a könyvnek van ilyen karakterösszegző, hogy ki, kicsoda, és az amúgy hasznos ilyen szempontból, de Jamshed is most már Jamshed. Legalábbis ott. És így, what? Amin kiakadok éppen, az, hogy a könyv úgy indult, hogy oké, egy hónap telt el az előző rész óta, és akkor gyorsan volt egy-egy fejezet mindenkivel. 40 oldalt olvastam, szóval nem haladtam sokat. Szóval volt egy Nari fejezet, ahol most már összeházasodtak Muntadzirral, és el lehetett halogatni a Nász éjszaka elhájálását. Aztán volt egy Ali fejezet, az volt a prológus, még életben van. Aztán volt egy Dára fejezet, és Andi rávilágított, hogy én ugye mondtam, hogy biztos nem Dárával fog Nari összejönni a végére, mert hogy Dárának nincs saját fejezete. Hát guess what? Most már van neki. Úgyhogy megint nem tudom, hogy hányadán állunk a dolgoknak, de tudjátok, hogy ezen a ponton már bármelyik endgame-mel jobban leszek, bár nem tudom, még annyi minden fog úgyis történni, van még, vagy
1300 oldal a könyvből. És akkor így, igen, Dárát egyébként Narinak az anyja az így most visszahozta ilyen igazi formájába, tehát, hogy nem az emberi alakba zárt Dév, ami a Szulejmán átka után lett velük, vagy ajándék, ki hogy nevezi, hanem visszahozta a rendes Dév alakban, úgyhogy érdekes, és így amikor megkezdtem, átlapozom a kis fejezetemet, hogy na, jól van, akkor elkezdődünk a, nem tudom, a sztori folytatása, és így közli a következő fejezet, hogy Nari és Muntadzir már 5 éve házasok, mondom, de micsoda? Egy random 5 évet ugrottunk az időben. What? Jesus! Úgyhogy ki vagyok akadva éppen. Mondjuk egy dolog, én úgy emlékszem, hogy azt mondták az előző részben, hogy negyed évszázadot meg kell élni ahhoz, hogy összeházasodhassanak, és én úgy emlékszem, Nari 20 vagy 21 éves volt az előző részben, úgyhogy nem vagyok benne biztos, bár ugye nem tudni pontosan, hogy mikor született, szóval ki tudja, hazudni is lehet. Na mindegy, de mi ez a random időugrálás? Hát erre nem voltam lelkiekből fölkészülve. Na mindegy, megyek, kiderítem, mi történt az elmúlt 5 évben. Szóval, ott tartunk, hogy a részkirályság. Azt hiszem, legutóbb ott akadtam ki, hogy 5 éves time jumpunk megvolt. Most vagyok 142 oldalnál, úgyhogy azért már ez egy egész nagy adagja a könyvnek. Olyan 20%-nál tartok. Szóval, most még így nagyon vezetődik föl a könyvnek a folytatása, úgymond, mert hogy ugye most már három szálon futunk, ugye nézzük Dárának a részét, Alinak a részét, meg Narinak a részét, viszont ez a három szál lassan most már össze fog futni egybe, mert hogy most lesz ilyen nagy ünnepség a déveknél, vagy a nem, Dévabadban lesz egy ilyen nagy ünnepség, és akkor nyilván Nari alapból ott van. Ali most olyan helyzetbe kényszerült, hogy jön. Figyelek, úgyhogy hát, hogy lesznek most már a shipre utaló dolgok, és végre el tudom tenni, kiket kell shippelni. De valószínűleg Dáráék is jönnek csetepatézni, mert ugye Dára az meg most újra letélesztve Dave testbe, mindegy, újra letélesztve ugyebár, és a Nari anyjával ők most így együtt szövetkeznek. Amúgy az 5 éves ugrást azt abszolút indokoltnak érzem, mert hogy így az előző könyv végén nagyon ott hagytuk abba, hogy még nagyon az elején vagyunk, annak például, hogy Nari hogyan ismeri az erejét, és akkor ez az 5 év, ez így érzem, hogy kellett, úgyhogy még egyelőre így a politikai szövegetések mennek a kötetben, de izgalmas egyébként nyilvánvalóan. Most ez az a legutóbbi, nem tudom, 60 oldal, ez nem tudom mikor csúszott le, de lecsúszott, szóval továbbra is jó olvasni, csak most már a király kezd türelmetlen lenni, hogy Nari még mindig nem terhes. Neked? Vannak itt cselszövések, és kíváncsi vagyok most már komolyan, mik lesznek még itt, mert itt még nagyon sok minden lesz, még nagyon sok van hátra ugye a könyvből. Igen, vannak ilyen pillanatok, amikor csak így, Jesus, mi történik? Dára egyébként, így legalábbis amit eddig láttunk belőle az alapján, azért változott ahhoz képest, ami mondjuk az előző könyvben volt, mert most így kicsit kevésbé olyan bosszú szomjas vagy erőszakos, nem is tudom pontosan, úgyhogy tetszik, de nem tudom, kit kéne sippelni kivel, mert most ugye senkinek nincsen a három ember közül interakciója a másikkal, úgyhogy nem tudom még, mi lesz itt, meg kíváncsi vagyok, úgyhogy ja, körülbelül itt tartunk. Olyan sok minden úgymond még nem történt, még vezetjük fel, de hogy közben egy csomó információt már kaptunk, amik majd szép lassan összejönnek ezek a szálak, csak ki kell várni. Oké. Következő bejelentkezés, ugyanis már olyan 40%-nál tartok a részkirályságban, sőt, szerintem már több, mert már olyan 250 oldal körül vagyok. Úgyhogy tök jól tudtam azért haladni vele, mármint amikor le tudok ülni olvasni.
nem tudom, nehéz így részleteiben beszélni arról, hogy mi is történt így az elmúlt, nem tudom, 100 oldalon mondjuk. Ami feltűnt, hogy én az előző részben fullosan így össze voltam zavarodva, hogy így, nem tudom, nekem kicsit az az érzésem volt, hogy azt kommunikálják, hogy a Gassam micsoda jó király, közben meg amúgy nem az, és nem teljesen értett. Én is így éreztem, hogy amúgy full nem azt éri el azzal, amit csinál, amit szeretne, vagy hát így nem értettem a dolgot. És így végre ebben a könyvben erről így szó van, mert most már itt van Alinak meg Zajnabnak az anyja is, aki meg aktívan hangoztatja a véleményét a királyra, és mondom, á, jó, akkor nem én voltam a hülye, hanem tényleg hülyén uralkodik ez a király. Mármint, hogy így konkrétan ellentétes hatást ér el azzal, amit csinál, mint ami elvileg az ő törzsüknek a célja lenne, meg ilyesmi, úgyhogy így teljesen össze voltam zavarodva a bronzváros alatt, és most még így kezdek meg világosodni, hogy nem én vagyok a hülye, hanem ez egy szándékos dolog volt. Bármint egy ilyen manipulatívan szándékos dolog volt. Elfelejtettem, hogy itt Nari abszolút mindenkire fúj már, mert hogy ugye Alia az előző részben egy ponton így nem szólt neki valamiről, amiről kellett volna, szóval hogy így mindenki most rosszban van mindenkivel. Nem tudom, a shipjeim nem shippelődnek jelenleg, nem nagyon van ship contentem, ami szomorú az előző rész után, de még biztos, hogy lesznek itt dolgok. Ja, most már Ali sejhaját már megint meg kellett menteni, úgyhogy én érzem kettőjük között a vibe-okat, úgyhogy lesz itt még valami. Meg Dára vonala is szép lassan alakul ki. Ebben a könyvben, nem tudom, hogy ebben a könyvben lesz a vajon, de hogy itt ugye egy elég nagy konfliktus van épülőben, meg hogy így azt tervezik, hogy ott Dáráék, meg Nari anyjáék azt tervezik, hogy megtámadják Dévabádot. Szóval ez alatt a navaszatám alatt, úgyhogy nem tudom, hogy az még mondjuk ebben a könyvben benne lesz-e, vagy az mondjuk már a következő rész lesz, hogy ez a támadás, mert szerintem még ebben a könyvben benne lesz, bár nem tudom. Ki tudja. Mindegy, Alit megpróbálták megölni, megint. Szegényre rájár a rúd. Muntacir meg egy hisztis kis picsa. Na mindegy. Volt egy pár oldala, még nagyon bírtam a fejét, aztán rájöttem, hogy nem, annyira mégse. Kis alkoholista. Na mindegy, reméljük elküldik rehabra vagy valami. Majd próbálok jobban belehúzni, mert igazából szeretném a héten kiolvasni. Ha úgy van, ha úgy adódik. Jó lenne. Most mi van, most kedv van. Mert az a helyzet, hogy múlt héten nem nagyon, tehát voltak napok, amikor csak egy-egy fejezetet olvastam, mert nem nagyon volt időm olvasni, meg kedvem. És akkor inkább más csináltam, nem olvastam. De amikor leülök, akkor egy ilyen 60-100 oldal simán lecsúszik, úgyhogy nincsenek problémák itt. Meg a szemüvegem is lecsúszik. A részkirályság update ugyanis már majdnem 60%-nál járok benne. Szerintem ez még a héten meg lesz. Na most, néhány dolog. Muntadzirt meg akarom ütni. De tényleg, nagyon durván meg akarom ütni. Egy hisztis kis. Tudjuk mi. És komolyan mondom, borzasztó. Volt egyetlen egy pillanat a könyvben, amikor azt mondtam, hogy jó van, rendes vagy, aztán az elmúlt. És Jamshid jobbat érdemel. Próbálok átállni arra, hogy most tök más, hogy mondok egy-két karakternevet, mint az előző részben, mert hogy megváltoztatták, ahogy írva vannak, úgyhogy próbálok alkalmazkodni. Szóval Jamshid jobbat érdemel, sokkal jobbat. Dárának csak egy ölelés kéne, szegény, nagyon PTSD-s most már a sok harctól, illetve most már így kiderült, hogy Manézse, mi a terve azzal kapcsolatban, hogy bevegye a város, meg hogy akarja bevenni, úgyhogy nem tudom, gyerekek, mi lesz itt, mert itt elég nagy mészárlásra készülnek, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fogok nagyon sírni, és nem lesz semmi nagyon durva, bár hát ez egy felnőtt fantasy könyv, szóval nem tudom, mire készítsem a kis lelkemet egyelőre. A legrosszabbra készülök jelenleg. Húha! Na, 420 oldalt olvastam a könyvből, ami azt jelenti, hogy még mindig egész sok van vissza belőle, viszont most fog borulni a Billy körülbelül így mindjárt. Dolgok, amiket megjegyeznék. Egyrészt, Muntadzir péklapát pozitív. Tehát, hogy ahogy te viselkedsz ebben a könyvben, meg úgy általában ütnivaló vagy. Gassan szintén. Ha véletlen meghalna, nem fogok sírni. Dára pedig varázsolt négy szárnyú lovakat, úgyhogy azt hiszem, ezzel örökre belopta magát a szívembe, mert hát
Így a legkönnyebb engem megnyerni, hogyha a lovakat tudsz megidézni a semmiből. Sajnálom, ő nyert. És most lesz ez a Navasatam ünnepség, ami alatt a manizsék fogják majd megtámadni a várost. Szóval úgy érzem, hogy ez a maradék 200 oldal, ez olyan lesz, mint az előző rész utolsó 100 oldala. Csak most durvább lesz. Úgyhogy nem tudom, mi lesz itt. A másik az, hogy végre Ali is így megfogalmazta azt, amit én is mondtam, még talán már az előző videóban is, hogy rohadtul belefáradt, hogy olyan dolgok miatt háborúznak gyakorlatilag itt egymással, amiket több mint 1000 évvel ezelőtt csinált valaki, aki okay, az ő törzsükből való volt, de kit érdekel ez már? Tehát, hogy így nyugodjunk már le, miért? És tök igaza van egyébként nyilvánvalóan. Ó, igen, és kicsit megvilágosodott az is, hogy miért is lettek a dzsinnek elátkozva Szulejmán által, és így egészen más fényt vet a helyzetre az, amit megtudtunk. De hát még mindig nagyon sok van, mielőtt ennek az egésznek vége lesz, úgyhogy még biztos lesznek itt fordulatok. Most érünk ahhoz a részhez a könyvben, amit úgy érzem, hogy nagyon durván egybefüggően fogok elfogyasztani. Mert így is tegnap este olyan résznél hagytam abba, hogy így úgy tettem le a könyvet, hogy mondtam, hogy hát jó, nem biztos, hogy tudunk majd aludni, hogy nem olvasom tovább. Itt nagyon durva cselszövések vannak, gyerekek, nagyon durva cselszövések, és még nagyon sok minden is fog történni. Tehát ez még közel nem vagyunk a végén a dolognak. Egy, ami nagyon fura nekem, hogy olyan léptékben haladunk az idővel, és én valamiért teljesen abban a hitben voltam, hogy ez a Navasatam így a könyv kezdetéhez képest ilyen egy hónapon belül van, ahhoz képest már talán több mint fél év eltelt, és csak most történik, szóval így teljesen összevagyok zavarodva már a timeline-nal, de az is lehet, hogy csak a fordításnál csúszott valami félre, vagy nem tudom, vagy csak én vagyok teljesen hülye, mert esküszöm, én egy hónapra emlékszem. Mindegy, szóval így ugrálgattunk az időben is bőven. Ja, és Nari badass. Nari nagyon badass. Nem, kell a jegyzetem. Kell a jegyzetem, hol a jegyzetem? Na, menjünk nem. Kicsit hektikusabbnak érzem ezt a részkirályság vlogot, viszont most le fogjuk zárni. Nagyon vicces, mert szerintem a második felét a könyvnek azt így nagyon egyben nyomtam le. Főleg az utolsó 200 oldalt. És viszonylag hosszú időt telt el az első fele, meg a második fele között, de mindegy, így jött ki. Szóval, befejeztem végre a részkirályságot is. Úgyhogy lehet átugrani az aranybirodalomra, és igen, abból is fogok vlogot készíteni, mert most már ezt elkezdtük, úgyhogy befejezzük. De akkor nézzük, hogy mi történt, mert hogy szerintem 300-350 oldal körül jelentkezhettem be legutóbb, már nem is emlékszem. Pedig nem volt olyan régen, valamelyik este itthon csináltam. Akkor tegnap előtt. Mindegy, az a lényeg, hogy tegnap egy 200 oldalt lenyomtam ebből a könyvből, szóval sok minden történt, és megint az van, mint az előző résznél, hogy az utolsó 200 oldal az nagyon intenzív lett. Mármint ez nem egy probléma ennél a könyvnél, mert hogy nagyon erősen építette erre a végkifejletre, tehát hogy nem az van, hogy semmi nem történt, hanem így folyamatosan építette fel, hogy igen, ennek a könyvnek lesz egy bazin egy konfliktus a végén, és ne, lett is. Kicsúcsosodott minden ott a végén. Úgyhogy, na nézzük, szóval egyértelmű számomra most már, hogy kiket kell shippelni, ugyanis ez nem más, mint Ali és Nari. Nagyon kis ellenségesek voltak ebben a könyvben az elején, vagy hát Nari Alival, aztán hát azért csak felépítettek közösen egy kórházat. Ez barátságot épít. Igen, de még mindig nem tartunk, tehát még mindig nincsen semmi, úgyhogy ez tényleg aztán slow burn. Nem baj, szeretem a slow burn-t. És hát ugye a vége a könyvnek az ez a Navasatam-es ünnep volt, és mondtam, hogy borulni fog a Billy. Borult a Billy. Több szempontból is, úgyhogy gyakorlatilag amit a manizsék és Dára terveztek, hogy hogyan fogják ők megszállni a várost, az kicsit felborult, mert hogy közben a Safit, nem tudom, én Safitnak mondtam magamba, de lehet, hogy Safitok. Ők is csináltak egy kis merényletet, úgyhogy a Nasrin meghalt, ami miatt nagyon szomorú vagyok, mert őt nagyon szerettem, úgyhogy őt meg pityeregtem kicsit, mert az nagyon szomorú rész volt. És akkor emiatt nem tudta Narit és Jamshidot elbarikádozni az ispotályban, úgyhogy így
Egészen máshogy alakultak a dolgok, mint ahogy nyilvánvalóan tervezték a dolgokat, hogy alakulnak. A másik, hogy ezen a merényleten ott, amikor Nasrin meghal, Jamshidnak leég gyakorlatilag az egész háta, hogy minden leég róla. Viszont így leég az a jel is, amit neki még kiskorában rátettek, hogy az egész Náhida, vagy Náhida, hogy már ebben a könyvben hívták, mert valamiért ezt meg kellett változtatni az előzőhöz képest. Szóval, hogy a Náhid képességei ne jöjjenek elő, viszont ez így leégett a hátára. Tök véletlenül, tehát hogy itt semmi szándék nem volt benne, csak ugye mivel leégett, ezért így előjött az ereje. És hát amúgy is kiderült nem sokkal később, hogy ja, amúgy ő, ez az, motorozzatok. Szóval, hogy ja, amúgy igen, ő is Náhid, és ott így a családi kapcsolatok kiderültek. Aztán jött egy olyan plot twist, hogy Muntadzir le lett szúrva egy Zulfikárral, és hát ugye abból nem tudják őt visszagyógyítani. Úgyhogy én már itt teljesen föl voltam készülve a lélekben, hogy jó, meghal, de úgy voltam vele, hogy végül is akkora paraszt volt az egész könyvben gyakorlatilag, hogy úgy éreztem, hogy úgy valahol ez lesz így a redemption árkja, hogy ő feláldozta magát azért, hogy Ali ne halljon meg. Aztán mégse halt meg, mert hogy a legvégén, ami történt, azt még nem tudom pontosan, hogy mi történt, vagy miért történt, mert ugye ezzel zárult le a könyv. De hogy valamiért eltűnt Devabadból az összes mágia, és senki nem tud varázsolni, miután Alira rátette Nari a Szulejmán pecsétjét, és ja, itt teljesen eltűnt a varázslat, és mivel a Zulfikárban lévő méreg is varázslat, az így elpárolgott Muntadzirból, úgyhogy Muntadzir mégse halt meg, ami nagyon vicces volt a dolog, mindegy, csak nem, de már itt nem volt vicces, csak így nagyon komikusnak éreztem, hogy így már teljesen fel voltam készülve a lélekben, hogy jó van, majd Jamshid talál jobbat, de hát mégiscsak él. A másik, hogy én még mindig nem utálom Dárát, mármint nem tudom, hogy az lenne a cél, hogy utáljuk-e vagy sem, tehát ezzel nem vagyok pontosan tisztában. Én tökre szeretem még mindig Dárát. Az ő karakteriből teljesen azt érzem, hogy őt nagyon régen fegyverré csinálták, és ez lehet, hogy furán hangzik. Tehát, hogy fegyvert csináltak belőle nagyon-nagyon régen, és ez az egyetlen egy dolog, amit tudja, hogy hogyan csináljon. Pontosan ezért nagyon nehezen tud ebből kitörni, és ugye most is engedelmeskedik Manézsének minden parancsának, és közben megkérdőjelezi, hogy amúgy vajon jó cél érdekében öl-e ennyit, de hogy így nagyon próbál abban hinni, hogy most végre jó cél érdekében öl ennyit, mert ha megint kiderül arról, hogy a rossz oldalon áll, az így mentálisan össze fogja szerencsétlent lassan roppantani, és ezért nagyon-nagyon szeretem ezt a karaktert, ami történik vele. Komolyan, de szél, imádom, mármint, hogy nem, mert szegény, és kéne neki egy kis ölelést adni, de hogy amúgy én nem érzem azt, amit Nari így Dára iránt, hanem így szed papi. Nem tudom. Főleg már az elején is így tökre elkész volt rá, hogy jó, most már hagy halljak meg, léci, hagyjatok meghalni, mert én ezt már nem bírom, úgyhogy nagyon szeretem Dárát. Na mindegy. Mindegy, úgyhogy nagyon remélem, hogy az Aranybirodalomban lesz egy olyan rész, amikor itt Dára rájön, hogy melyik a jó oldal. És így áttál mondjuk a jó oldalra. És rájön, hogy ez a tömegmészárlásos dolog, ez soha nem működött, és soha nem is fog. És akkor neki is lesz egy ilyen redemption árkja. Nagyon-nagyon reménykedem ebben, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hoz az Aranybirodalom a 700 oldalával. Nagyon bírtam még azt a jelenetet, amikor ugye megszerzik a Szulejmán pecsétjét, és akkor ott összevesznek, hogy Nari azt mondja, hogy Alinak kéne felhúznia, Ali meg azt mondja, hogy hagyja békén, Nari húzza föl, és akkor ott ezen vitatkoznak, és közben megérkezik Manézse, és akkor, hogy jaj, hát én vagyok az anyád, és hogy bizé, nem tudom, ott kicsit eltör pár csontot Aliban, meg ilyenek, szegény, komolyan erre a gyerekre rájár folyamatosan. Ja, és még mindig nem. Ali még mindig Sweet Summer Child, mert nem vágta le, hogy Muntadzir és Jamshid között van valami. Mindenki tudja már ez gyakorlatilag, csak ő nem. És még mindig nem vágta le. Na mindegy. Előkerül a szülőnk dolog, ez általában úgy szokott lezajlani, hogy először a gyereke a szülőnek, az hinni akar a szülőben. És ugye akkor van egy kis idő, amíg a szülő nagyon tudja manipulálni a gyereket. Na viszont ez ebben a könyvben nincs, hanem Nari egyből azt mondja, hogy aha, te manipulatív vagy, nem hiszek neked. És olyan gyönyörűen átvágja, hogy odaadja neki azt a gyűrűt, ami eredetileg rajta volt, és a Szulejmán pecsétjét meg magánál tartja, és hogy ez így tök jól kijött, hogy ott így átvágja az anyját rá, húzza Alira gyorsan a gyűrűt, az cső, leléptek. Mondjuk valószínűleg én gyanítom, hogy ezért ment el a varázslat Devabadból, hogy elvitték a gyűrűt, vagy Ali
nagyon durván használja a gyűrűt, de nem tudja irányítani. Mert hogy úgy talán az epilógusból kiderül, hogy szegény ott szenved, hogy ezt nem kellett volna, és nem tudja irányítani, úgyhogy nem tudom, mi lesz még itt. Hát majd kezdem az aranybirodalmat ezután, bár az szerintem áprilisban már nem lesz meg, mert áprilisban már csak egy hét van, és ilyen másfél-két hét alatt olvasom ki ezeket a monsumokat. De hát majd kiderül, és nagyon remélem, hogy az aranybirodalom elején nem lesz egy ilyen 5 éves időbeli ugrás, mint ami ebben is volt, mert akkor kiakadok. Mert értem én, hogy miért volt ebben, de még egy ilyet nem élek túl. Ezt a részt is nagyon szerettem, nagyon izgalmas volt, továbbra is nagyon durva ilyen szövögetések, meg cselszövések vannak, ami így, atya úr, Isten, komolyan mondom, a kis igazságérzetemet nagyon szokták bántani ezek a dolgok könyvekben, amiktől mindig ideges leszek, és ebben is ideges lettem tőlük. Nyilvánvalóan ez volt a célja a dolgoknak, hogy ideges legyek tőlük. Nem tudom, nekem valahogy az első, tehát nem azt mondom, tehát, hogy erre is ugyanúgy 5 csillagot adtam, csak nekem valahogy az első rész az így jobban, egy fokkal jobban tetszett talán, nem tudom. Itt ennek a részkirályságnak az első felében azt éreztem, hogy itt is gyakorlatilag ugyanaz történik, mint a Brontvárosban, hogy építi föl a katarzist, amit látod, hogy építi föl, tehát hogy látod, hogy új, itt most ilyen szövetkezés megy, hú, ez robbanni fog, új, ott most amolyan szövetkezés megy, hú, basszus, ez is robbanni fog, és akkor itt szép lassan összeállnak, és bum. Valahogy nem tudom, úgy éreztem, hogy a Bronzvárosban, mivel ott úgy, lehet azért, mert hogy ott még újak voltak a dolgokat, úgy valahogy az elején egy fokkal jobban tudta fenntartani a figyelmem, nem tudom, itt valahogy így az elején kicsit úgy éreztem, hogy nem tudom, mindegy, tetszett. Csak kicsit az első fele az így olvastam, és így jó, várom, hogy történjen. Úgy mond valami, hogy így nyilván történt egy csomó minden a könyvben, csak nem tudom, a Bronzvárosban valahogy ilyen kicsit epizódikusabb volt, vagy nem tudom, amit meg nagyon épített a végére. Talán így jó megmondani. De így is voltak benne részek, például amikor ott a kórház miatt volt egy csetepaté, amit ott a Káve megrendezett, és amiatt ott is volt egy kis tömegmészárlás, mert hát jó kis tömegmészárlások nélkül mi történne az életben. Úgyhogy tehát ott is az. Na, az volt egy olyan rész, hogy pont a felénél kellett abba hagynom, mert csicsikázni kellett. Jön az aranybirodalom. A maga 100 oldallal hosszabb verziójában. Remélem abban már nem lesznek újítva a nevek, mert ez elég volt egyszer átélni. Hát nem tudom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így, mert így most ugye gyakorlatilag Ali lett az új Szulejm, nem. Alinál van Szulejmán pecsétje, tehát hogy ez így már abszolút végleges, nem lehet így levenni róla, mert most már a szívében van, úgyhogy csak úgy lehet elvenni tőle, hogyha valaki megöli és elégeti a szívét. Jó buli! Kíváncsi vagyok, hogy mik fognak kiderülni, mert ugye itt a Máridokról is derültek ki dolgok, az eredeti Dave Márid konfliktusról is derültek ki a dolgok, és hogy miért is avatkozott bele Szulejmán eredetileg a dolgokba, tehát hogy itt nem azért, mert hogy nagyon sok félig ember, félig Dave gyerek volt, nem azért, legalábbis az ifritek szerint, úgyhogy még remélem, hogy ezekkel kapcsolatban, mert biztos fognak még kiderülni dolgok, meg igazából az is, hogy mi az Isten van Alival, tehát az egy dolog, hogy megszállta egy Márit, de hogy valahogy így megmaradtak a képességei, meg volt az a visszaemlékezése, vagy ilyen rémálma, az is, amikor az Anáhita először lerakta a Dévavádnak az alapjait, meg ott megfenyegette a Máridokat, hogy akkor segítenek nekik ezt így megcsinálni. Szóval, hogy ott is így volt az a visszaemlékezés olyan volt, hogy mondom, oké, ezt nem láttuk végig, és ebből még itt valami biztos ki fog derülni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt, mert így folyamat csöpögteti el szerzi az információkat, én meg így, jó, most már tudni akarom az igazságot. Jól csinálja egyébként. Genya módon, de jól csinálja. Úgyhogy már csak 700 oldal áll köztem és a végső megfejtés között. Úgyhogy szerintem így május elejére befejezem a Dévabád trilógiát, és nem tudom, mi lesz utána. De nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a befejezésre. Nem vagyok annyira sokban ennek a könyvnek a végén, mint a Bronzváros végén voltam, de hogy amúgy, tehát hogy tipikusan az a sorozat, amit így nem tudod megcsinálni, hogy így félbehagyod, hogy nem tudom, majd 2 hónap vagy egy év múlva folytatod, mert nem tudod. Főleg ezután a rész után így úgy vagy vele, hogy ez nem lehet az, hogy majd a részkirályság, hogy mi az aranybirodalmat, azt majd mit tudom, fél év múlva elolvasom. Nem lehet, most akarom tudni, hogy mi történt.
kicsit addiktív. Na hát, de Andi legalább most lubickolhat a Deva bádokban, mert hogy most már sokan olvassuk. Főleg Discordon is, ott is írták már többen, hogy most meglettek győzve még jobban a Deva bádról, úgyhogy Andinek beért a marketingje. No! Szóval ez lett volna a részkirályságról a vlog, nem tudom, hogy milyen lett, mert őszintén szóval nem emlékszem a felére a bejelentkezéseknek, amiket csináltam. Vágás közben kiderül, mennyire használható. Mindegy, ki fog kerülni, a lényegtelen, majd max nem életem vlogja lesz. Ez volt a részkirályság olvasó vlog, és hamarosan érkezem az aranybirodalommal. Addig is olvassatok Deva bádot! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!